Jellemzően nagy reményekkel vágunk neki az új évnek. 2022 viszont annyi kihívást és megoldandó problémát hozott mind itthon, mind a világban, hogy nem meglepő, hogy 2023-tól mindenki javulást, fejlődést, vagy legalábbis helyrerázódást remél. De vajon mennyire reálisak ezek a kívánalmak, és egyáltalán milyen nagy problémákra kell, hogy választ adjon ez az év? Összeszedtük 2023 öt nagy kérdését és a lehetséges válaszokat. Véget ér a háború. Tavaly február 24-e óta a legtöbben valószínűleg a szomszédunkban zajló háború végét várják. Azóta, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, a Putyin barát Fidesz először az ellenzéket háborúpártisággal vádolva simán behúzta újabb kétharmaddal az országgyűlési választást, majd az oroszokat sújtó brüsszeli szankciók többségét megszavazva egységesen szankciók bevezetéséről döntöttünk, később azokat hibáztatva kampányolt a béke mellett. Brüsszel elhibázta, elrontotta, elbaltázta. Ukrajna még az elemzőket is meglepte ellenállása erejével, a nyugati hatalmak pedig az Egyesült Államokkal az élen fegyverekkel és haditechnológiával támogatják a honvédő országot. A Ukrajna i jej narod, oni cinično используют для ослабления и раскола России. Vlagyimir Putyin elszámolta magát, alábecsülte az ukránok hazaszeretetét és rendíthetetlenségét. Az ukránok még elfoglalt területeket is vettek vissza az oroszoktól. Ettől azonban az orosz elnök nem hajlik jobban a békére. Volodymyr Zelenszky szerint pedig, mint egy interjúban elmondta, Putyin halála hozna azonnali békét, mert akkor az orosz politikusok a belpolitika felé fordulnának. Bár az ortodox karácsony idejére az orosz elnök 36 órás tűzszünetet hirdetett, ettől még nagyon távolinak tűnik a végleges tűzszünet. Főként azért, mert a katonai kudarcoktól sem kevésbé háborúpárti Putyinnak Oroszországban nincs valódi kihívója, senki, aki veszélyeztethetné a hatalmát, a másik oldalon pedig Zelenszky és az ukránok a nyugat támogatását élvezve sikeresen ellenállnak, így a háború kimenetelét és annak lehetséges időpontját jelenleg lehetetlen megjósolni. Elkerülhető a recesszió. Hosszú évek gazdasági konjunktúrája után 2022 válságot, energia- és élelmiszeráremelkedést, brutális inflációt, a globális növekedés lassulását hozta, 2023 pedig sajnos még ennél is sötétebb képet fest. Mégis sokan remélik, hogy talán sikerülhet elkerülni a recessziót, vagyis azt a helyzetet, amikor a gazdaság visszaesik, a GDP csökken. Sajnos erre nem sok esély van. A Világbank két évente megjelenő Globális Gazdasági Kilátások című jelentése szerint további kedvezőtlen sokkok recesszióba taszíthatják a világgazdaságot, főleg a kisebb államokat, mert az Egyesült Államok, az EU és Kína egyszerre lassul. Ha ez bekövetkezik, az idei recesszió lesz a hetedik a rendszerváltás óta, és bár a visszaesést részben külső körülmények okozzák, ha Matolcsy György jegybankelnök kritikái helytállóak, a kormány gazdaságpolitikájának is van köze hozzá. Kormány válságkezelése az elmúlt 6 hónapban nem találta meg a kulcsokat. Hibás volt. Recesszió esetén a tavainál még magasabb árakra, értéktelenedő forintra, kevesebbet érő bérekre és minden téren nehezebb megélhetési körülményekre számíthatunk. Megjönnek végre az uniós pénzek? Ennyi sok szarság után jó lenne, ha egy kis pénz állna a házhoz, legalábbis jelentősen javítana Magyarország helyzetén, ha végre megkapná a régóta várt Európai Uniós forrásokat, egészen pontosan 2400 milliárd forintot a helyreállítási alapból és 9000 milliárd forintot a 7 éves költségvetésből. Miután évvégén a magyar kormány mindkét korábban vétóval fenyegetett ügyben engedett, az Európai Tanács jóvá hagyta a pénzeket. Navracsics Tibor területfejlesztésért felelős miniszter pedig el is büszkélkedett vele, hogy 130 milliárd forint előleget már le is hívhatunk. Ébren tartották bennünk a teljesítményvágyat. A teljes összeghez azonban csak szigorú feltételek teljesítése esetén juthatunk hozzá, egészen pontosan 27 úgynevezett mérföldkövet szabtak, amelyeket mind teljesítenünk kell. Most ismét a kormánynál a labda, hogy milyen szinten fogja teljesíteni az unió feltételeit a pénzért cserébe. Jó, igazából közben történt egy újabb csavar, és a bizottság egy horizontális feljogosító feltételek nevű, viszonylag új és kevésbé ismert szabályra hivatkozva mindenki fizetés szüneteltet, mert nem tartjuk be az uniós alapjogi karta értékeit. És nem tudni ez mikor fog megoldódni. Egy számjegyű lesz a magyar infláció év végére. Az egyszámjegyű infláció szuper lenne, az eurózóna több országában már 2022 végére elérték. Magyarországon viszont az egyik legmagasabb az infláció a kontinensen, de vajon lesz-e nálunk is egyszámjegyű? Arra, hogy ezt megtudjuk, decemberig várnunk kell, akkora tűzte ki ugyanis Orbán Viktor, hogy ezt elérjük. Tisztelettel megkértem a jegybankelnököt és utasítottam a pénzügyminisztert, hogy a következő év végére ezt az inflációt mindenképpen felezzék, legalább felezzék meg, és vigyék le úgy, hogy 1%-os legyen. Egy számjegyűre
tudjuk zsugorítani az inflációt. Oké. A Magyar Nemzeti Bank alelnöke Virág Barnabás szerint erre van is esélyünk, mivel a globális infláció csökkenése elindult, az infláció túl van a csúcson. Egyes pénzpiaci elemzők akár már évvége előtt is reálisnak tartják a 10% alatti inflációt, amennyiben marad az enyhe tél, a forint a jó évkezdés megtartva 400 forint alatt marad az euróval szemben, és a tavasz folyamán sikeresen teljesítjük az EU-nak tett vállalásokat és megindulnak a folyósítások. Addig viszont sok terméknek mehet még feljebb az ára, hiszen már egyértelművé vált, hogy az ársapkás élelmiszerek nem lassítják az inflációt, sőt, a többi nem ársapkás termék árát is növelik. Ki lesz a republikánus elnökjelölt? A tengeren túlon sem állt meg az élet, Magyarország számára pedig nem mellékes, mennyire nevezhetjük barátunknak a következő amerikai elnököt, ha már Joe Bidennél ez a kérdés korán eldőlt. You see what's happened in everything from Belarus to Poland to Hungary and the rise of totalitarian regimes in the world. Az Egyesült Államokban a jövő évi elnökválasztásra ugyanis már megkezdődtek az előkészületek. Biden lebegteti, hogy újraindulna, a republikánusok viszont a finoman szólva mérsékelten sikeres félidős választás után nincsenek csúcsformában. 4 nap és 15 környi szavazás kellett hozzá, hogy megválasszák az amerikai képviselőház házelnökét Kevin McCarthy személyében úgy, hogy nekik van többségük. Nagyobb kérdés viszont, hogy ki lesz Biden republikánus kihívója 2024-ben? Donald Trump? Ron DeSantis? Valaki más? Miután a korábbi botrányhős elnöknek lehet, hogy addigra sikerül elérnie, hogy szinte senki se szeresse, és a republikánus szavazók többsége is eltávolodjon tőle, jelenleg DeSantis számít favoritnak. We are a law and order state in the state of Florida. We reject weak on crime policies. We reject Soros-funded prosecutors. Florida kormányzója politikai ideológiát tekintve nem áll messze Trumptól, mentes viszont a volt elnökre jellemző botrányoktól és zavarkeltéstől, ráadásul kifejezetten népszerű. Novemberben 19,4%-os előnnyel választották újra kormányzóvá demokrata riválisával szemben, egy közvéleménykutatás szerint pedig 23% ponttal vezet Trump előtt, és még Elon Musk is rászavazna. Most még sok minden bizonytalan, de az év végén nem sokkal az előválasztások előtt már látni fogjuk, kik szeretnének mindenképpen ringbe szállni az öreg Joe ellen a Fehérházért. Az amerikai elnök túl messzire ment. A béke reményének a neve Donald Trump. Ti mit gondoltok? Írjátok meg kommentben, ahogy azt is, ha ti esetleg más fontos kérdésre vártok választ az idén. Iratkozzatok fel a 24.hu YouTube csatornájára, ha még nem tettétek volna, és nézzetek minket legközelebb is. Sziasztok!